egy átlag magyar, az nagyjából mennyire van felvértezve történelmi tudással? Tapasztalatom szerint egyre kevésbé. Most ennek nyilván számos oka van, az egyik mindjárt az, hogy ez a klasszikus 19-20. Századi műveltség, ez lassan, de biztosan kezdem múlt részévé válni. Ez nyilván engem személy szerint nagyon rosszul érint, hiszen én ebben nőttem föl, mint hogy annyian mások ti is, most még hosszan lehetne sorolni. A szigorúan történészként nézem, azért ez mégis egy természetes folyamat, tehát ezt egy irodalom már ismerősöm azt mondjuk mondott, hogyha egy mai tizenévesnek a Toldiból felolvassák azt a négy szót, hogy ösztövér, kútágos, hóri, horgas, gémmel, akkor a gyerek a négy szóból éppen négyet nem fog érteni. És nem azért, mert buta vagy hülye, hanem egyszerűen mert változik a nyelv, változik a fogalmi készlet, és ebből következően képtelen élvezettel olvasni. Nyilván ez egy olyan dolog, amivel minden ország oktatásának meg kell küzdenie. Ez ilyen elsőképpen az irodalmat illeti, irodalom oktatás nehezíti. Most már egy 200 éves szöveget nehéz olvasni. De 200 éves nehezen olvastak egy 400 évest.